Állóképességi és erőnléti számok egyaránt vártak azokra, akik jelentkeztek a pápai, mindenképp hiánypótló versenyre. A házigazdák, köztük Vadicskú Szabolcs főszervező, nagyon meg voltak elégedve a jelentkezők számával. Hát ez egy régi álom az, hogy Pápán végre egy funkcionális fitness vagy crossfit verseny legyen, és hát elhatároztuk a pápai crossfitterek, hogy akkor ezt megvalósítjuk, és azzal kezdtük, hogy ezt a legalacsonyabb szintre, kb. A kezdők szintjére levigyünk egy versenyt, ami mindenki számára elérhető, nem kell profinak lenni, kell minden mozgást tud, az észlelésen egy jó, vidám, de azért erős versenyen. Sajnos Nyugat-Magyarországon elég kevés verseny van, ilyen szintű meg főleg, úgyhogy mondanám, hogy ez egy ilyen hiánypótló verseny. Mennyire jöttek el ma, mennyire vagy megelégedve a nevezők számával? Hát nagyon, minden várakozást felülmúlt, 87 versenyző jött az ország minden tájáról. Beszélj akkor a feladatokról is, hogy azt mondtad, hogy amatőröknek is próbáltatok kedvezni, hogy milyen feladatsorokat állítottatok össze. Igen, hát hogy elmondták, ez olyan, amit mindenki meg tud csinálni, de nagyon-nagyon nehéz. Ebben voltak állóképességi, leginkább állóképességi számok, de amivel kezdtünk, az egy erőléti szám, ott fiúknak 40, lányoknak 25 kilót kellett a földről fölvenni és fejük fölé kinyomni, 3 perc alatt minél több ismétlést. A másik fel egy nagyon összetett volt benne ugrálókötelezés, felülés, dobozon átjutás, tárcsát, fejfölé emelés, tehát egy nagyon ilyen komplex feladat. És aztán majd a harmadik lesz egy megint csak elég erős állóképes, ahol futni kell, meg kitörni rúddal. Ki lesz a végső győztes, mik a versenyszabályai? Amikor megvolt mind a három versenyszámunk, akkor vonunk egy összesítést, és a legjobb 4 fog a skate kategóriából férfi és nő tovább menni a döntőbe, illetve a legjobb 4 a masters kategóriából férfi és nő, illetve sajnos fiatalok közül csak lányok fognak majd elindulni, de tőlük a legjobb 4 fog majd döntőbe jutni, és akkor utána alakul ki a végső sorrend. Azt kell mondanom, hogy nagyon elégedettek lehetünk, nagyon szép feladatvégrehajtások voltak, nagyon precízek, nagyon könnyű dolgok van a bíróknak velük. Honnan érkeztek a versenyzők? Hú, talán legmesszebb Szolnok, Orosháza, Debrecen, hogy a ország másik felét mondjam, Budapestről nagyon sokan, hát, és a legtöbben talán Győrből, de egyébként Veszprémből, Zalaegerszegről, Sopronból, hát az ország minden területéről. Beszéljünk a pápaiakról is, vannak-e, és ha igen, akkor mindenki crossfites? 4, akik tőlünk indultak, ők crossfiteznek, hát a változói időtartamban kezdték ezt. Valaki már 1 éve edz, van, aki kicsit több, van, aki kevesebb, illetve vannak olyan pápai lelkes, egy kicsit más típusú mozgást végzők, akik szintén itt vannak. Úgyhogy örülök, hogy a pápaik is hát többen megjelentek itt és versenyeznek. Még 1 évet kell várni az ilyen hasonló versenyre, vagy még terveztek idén egyet csinálni? Igen, nagyon szeretnénk, hogy még a nyár végén, ősz elején egy hasonló programot biztosítsuk a versenyezni vágyóknak. Simon Melinda Körmendről érkezett a versenyre. 2 éve álltam neki, április 1-én lesz 2 éve. Mást is sportoltam, 2 gyerekem van. Gondoltam, újra nekiállok egy kicsit, és hát megszerettem. Imádom a szerelmem, ez a sport. Indultál-e korábban versenyen a pápain kívül? Tavaly voltam Egerszegen, igen, egy skélden ugyanígy. 3. helyezett lettem. Beszéljük akkor a mai versenyről. Pápán még nem volt ilyen crossfit verseny, most az első. Mik a tapasztalataid, hogy érzel itt magad? Szerintem nagyon jól sikerült az egész minden, a feladatok is jók, nem teljesen kimerítők, de azért megterheli az embert. Mennyire vagy eddig megelégedve magaddal? Van-e még benned tartalék? Van, de félek a harmadiktól. De jó, 4. helyezett vagyok eddig, úgy néztem. A súlyokkal jó vagyok. Viszont a 3. vúttól nagyon félek, ott azért az ember lába savasodni fog, fájni fog. Az necces lesz. Az eseményre Gáspár László, a Nefisz volt elnöke is ellátogatott. Megmondom őszintén, amikor beléptem, akkor nagy öröm fogadott, ahogy itt láttam, hogy egyrészt, hogy nagyon sokan vannak. Tehát az, hogy 80 induló van egy amatőr kategóriai verseny, ez egy nagyon klassz szám, és nagyon jó, és nagyon sok a kísérő, ahogy látom. Nagyon jó a helyszín, tök jó a csarnok, tehát hogy tágas, nagy. Én azt gondolom, hogy a szervezők mindent megtettek azért, hogy itt egy remek verseny jön össze, és én megmondom őszintén, hogy itt vagyok egy 4 óra 20 perc, és csak ezeket az impulzusokat kapom folyamatosan. Beszéltem több versenyzővel, akit ismerek, és így megkérdezgettem, hogy mentek a feladatok. Én azt gondolom, hogy mindenki a maga módján megtesz mindent egy ilyen amatőr verseny, hogy felkészüljük. Azt látom, hogy még a kivitelezésbe, a gyakorlatok technikai végrehajtásában vannak azért még problémák, de ez, azt gondolom, hogy
azok, akik ugye ebben a szinten vannak, ez még megbocsátható, de azért a későbben figyelni kell arra, hogy azok a gyakorlatoknak a technikai kivitelezése jól menjen, nem csak azért, hogy a szemnek jólnak tűnjön, hanem sokkal hatékonyabb is, úgy sokkal kevésbé fárad el a sportoló, de én azt gondolom, hogy akik itt vannak, már azok biztos, hogy felkészültek. A sportágnak mennyire tesz jót egy ilyen verseny szerinted, hogy népszerűbb legyen, hogy többen megismerjék? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a funkcionális fitness sportágnak és a szövetségnek a népszerűsítés szempontjából. Én abban gondolkodom, hogy kell egy nagyon széles bázist kialakítanunk Magyarországon, és ezt a széles bázist pont ebből az ilyenfajta versenyekből és az idejáró emberekből kell kialakítanunk, akik a hétköznapokban szinte az egészségük megérzéséért, a fitségük javításáért járnak el edzésekre, közösségekbe tartoznak, és egy idő után megmérettetik magukat versenyeken, eljönnek, népszerűsítik a sportágat, mert ugye eljönnek a családtagok, az ismerősök, a barátok, netán beesik egy-két olyan ember is, aki nem ismerte ezt a sportágat, és hogyha ebből minél több van, vagy minél több lesz Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy nagy lépést teszünk annak érdekében, hogy népszerűbb legyen ez a sportág. Ha kicsit előre tekintünk, ha jól tudom, akkor világbajnokság lesz idén. Igen. A szövetségnek az egyik nagy feladata, nagy kihívása az idejében a világbajnokság megrendezése. Nem csak azért, mert világbajnokság, hanem azért is, mert ez egy szuper világbajnokság, ami azt jelenti, hogy minden korosztálynak a versenyzői itt lesznek. Eddig a Nemzetközi Szövetségünk úgy rendezte a világbajnokságokat, hogy külön voltak a Masters versenyzők, és külön voltak a Masters juniorok, és külön voltak a felnőtt női férfi versenyzők. És most minden korosztály egy helyen lesz Magyarországon, Budapesten. Úgyhogy hát nagyon nagy kihívás. Abban a stádiumban vagyunk már, hogy az időpont az novemberben lesz várhatóan. Azért nem nincs meg még pontosan, mert a helyszínt keresünk, hogy a legalkalmasabb helyszínt találjuk meg Budapesten, ahol egy olyan színvonalos csarnokban tudjuk, mert itt közel 500-600 versenyző is érkezhet megrendezni, ami utána mindenkinek egy emlékezetes esemény lesz. A Masters nőknél Tóth Rónai Gabriella, a férfiaknál Horváth Attila bizonyult a legjobbnak. A junioroknál Dolgos Anna és a pápai Tóth Fruzsina végzett az élen. Skilled kategóriában a férfiaknál Zsebe Dávid, a nőknél Mász Marietta utasított mindenkit maga mögé.